600 fellépővel rendeztek minősítő táncversenyt Keszthelyen. A Balaton Dance Cup-ra 11 egyesület nevezett. A megmérettetésen több zalaegerszegi fiatal is képviselte tánciskoláját. Főleg show, illetve látványtáncokat láthatott az első Balaton Dance Cup közönsége. A 3 éves óvodásoktól kezdve a felnőtt korosztályig léptek színpadra a táncosok. Pózokat csinálunk, és úgy táncoljuk el. Az előadásmód, a dinamika, a kosztüm és a koreográfia összhangja is fontos volt a produkcióknál. A zsűri arany, ezüst és bronz minősítéseket osztott ki a fellépők közt. Az értékelés során természetesen a nehézségi szintet is figyelembe vették. A magyarok nagyon erősek a táncsportban, de az igazán, ami úgy igazán különleges, abból van kevés, és ezért nyilván itt a zsűriben is azt keressük azért, hogy nem fogjuk azt gondolom osztogatni az aranyfokozatokat, hanem azért próbálunk egy szűrést is csinálni, hiszen tényleg csak a legjobbak érezzék azt, hogy az aranyfokozat nekik jár. Jó rész Zala megyéből, de a fővárosból, Veszprémből és Pápáról is érkezett nevezés. A Balaton Színházban a több száz fellépő 131 koreográfiát mutatott be. A színpadi látványtáncok elemei mellett akrobatikus, balett, jazz és hip-hop stílusok is megjelentek. Az én szívem, mivel színházi táncosként dolgoztam sokáig, inkább a művészet felé húz, és ezért is választottuk a versenyhelyszínél és a színháztermet. Viszont nyilván, hogyha versenyt nézek, akkor inkább a sport vele, tehát azért ott vannak olyan elemek, akrobatika, emelések, ami már inkább a sport részét. Úgyhogy mi próbáljuk az arany középutat megtalálni mindig a sport, illetve a művészet között. Nehéz időszakon van túl a táncszakma. A koronavírus járvány után most kezd újra kinyílni ez a műfaj. A szakma szerint ezek a tánciskolák eddig is népszerűek voltak, de újabban egyre több lehetőség van a bemutatkozásra a nagy közönség előtt.